Bukovszki Péter és Gombos Levente május 1-én Pécsre indult, hogy megméressék magukat a Pécs város kupáján, ami egyben az Európa bajnokságra utazó csapat válogatásának is az első fordulója. Szombaton május 2-án a szabad puska 50 méter 60 fekvőszel várta a szerencsi fiúkra, itt Levente javítva az egyéni csúcsán a 9. helyen végzett, ami szép teljesítmény, hisz még szinte csak most ismerkedik az 50 méteres számokkal. Péter egyéni csúcsát megjavítva megnyerte ezt a versenyszámot 617,9 köretséggel, így az első helyről várhatja a második EB résztvevőket kijelölő mindent eldöntő fordulót vasárnap, május 3-án Szabad Puska, 50 méteres, 3x40 várt Bukowski Péterre. Ezt Pécsen ugyan megnyerte, de összesítésben a negyedik helyről várhatja a második fordulót, mivel a velük egy időben Hannoverben versenyző lövésztársai közül hárman jobb eredményt értek el.